A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége több programot is indított annak érdekében, hogy minél több fiatallal megszerettessék a sportágat. A Dobd a kosárba és a Kosárpalánta programnak már látszik a hatása, megyei szinten is nőtt a fiatal kosarasok száma. A cél a létszám további növelése és a tehetségek fejlődésének biztosítása. 27 utánpótlás csapat működik 23 edzővel a négy sportszervezetben, 409 versenyzővel, és a terveink szerint ez 2022-re 487 versenyző lenne 32 csapattal és több mint 30 edzővel. Illetve azzal is, hogy a felnőtt csapatok számát is szeretnék bővíteni az együttműködő felek, hiszen jövőre a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. MB2-es kosárba csapatot is fog indítani. A cél az, hogy ezek a létszám ez 2022-re elérje ezt a tervezett létszámot, az, hogy az együttműködés ez gördülékenyen működjön, mindenki lássa azt, hogy akik egy bizonyos korosztályig nevelnek, azok utána hova adják át a gyerekeket, a gyerekeknek legyen egy jövőképe. Hogyha például nálunk befejezik 16 éves korban a kosárlabdázást, hova kerülhetnek tovább Nyíregyházán. Ezt mi azzal segítjük, hogy akik eligazolnak tőlünk, azokért a Nyíregyházi Kosárlabdaklub, vagy a Nyíregyházi Kosárlabdázók Egyesülete, vagy a Sportcentrum pont az élsporttól nem fog kérni nevelési költségtétést, ezek nagyon jelentős összegek. Ez mind azt mondja, hogy mindenki egy célért dolgozik, azért, hogy legyen eredményes fiú és férfi kosárlabda Nyíregyházán. A sportág térképén korábban Fehérfoltnak számító Nyírpazony van, közel 30 alsó tagozatos általános iskolás gyerek kosárlabdázik. Nagyon tetszett a gyerekeknek, tehát a kosárlabda egy népszerű sportág, tehát ezt tudjuk nagyon jól. Ez egy olyan sportág, amit egyedül is tudnak játszani. Nem kell hozzá sok minden, kell egy palánk, kell egy labda, és két streetball pályát két évvel ezelőtt a Nyíregyházi Kosárlabda Klubban mi már építettünk Nyírpazonyban, úgyhogy adottak voltak a lehetőségek. Az NB1B-ben szereplő Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretét túlnyomó többségben saját nevelési kosarasok alkotják. A megállapodás garancia lehet arra, hogy az a jövőben is így legyen. Alapvető célunk az mindenféleképpen és minden sportágban, hogy hány saját nevelésű felnőtt játékost tudunk a felnőtt csapatokba feladni, úgyhogy az eredményt egy kicsit háttérbe szorítva, én azt gondolom a tömegbázis növelésével ezeket a célokat meg fogjuk tudni valósítani, és elmondható lesz nem csak a kosárlabdában, hanem más sportágokban is, hogy hasonló eredményeket és mutatókat tudunk majd biztosítani. Az érintett egyesületek tornák szervezésével is igyekeznek játék lehetőséget biztosítani a fiatalok számára. A hét második felében a Nyíregyházi Kosárlabdaklub ismét megrendezi a Nemzetközi Ötvöskupát, amelyen 8 U16-os csapat lép majd pályára.